Elbukott a Lex Csicska, vagy Lex Jobbik, vagy Lex Simicska, Lex itt minden, kezdünk. Nem jött össze a kétharmad a fideszes plakáttörvényhez. Egy szavazaton múlt a jogszabály bukása. A javaslat szerint tiltott pártfinanszírozás lett volna, ha valaki a piaci ár alatt ad el plakáthelyet egy pártnak a kampányidőszakon kívül. A stúdióba várjuk Bárándi Gergely MSZP-s képviselőt. A CÖFFRE is rásütné a külföldi ügynökszervezet bélyegét egy trükkel a két farkú kutyapárt. Külföldről utalnának nekik 7,2 millió forintot. Közben gőzerővel dolgoznak a felcsúti űrállomáson is, hogy beellőzzék a kormány kisvárdai űrközpontját. Vendégünk lesz Kovács Gergő pártelnök. Kósa Lajos szerint a teljes ellenzék a korrupció pártjára állt a plakáttörvény elutasításával. A Fidesz frakcióvezetője külön kiemelte a Jobbikot. Azt mondta, a párt egyetlen mondata sem volt igaz a plakátkampányáról, és amit csinálnak, az bűncselekmény. Mirkóczki Ádámot, a Jobbik szóvivőjét kérdezzük. Továbbra is kritikus állapotban van a magyar egészségügy az orvosi kamara szerint. Hiányoznak a források a biztonságos működéshez, pedig van elég pénz, csak nem erre költik, mondják az orvosok. Szerintük ez már morális kérdés, ezért fordultak a döntéshozókhoz. Itt lesz Éger István, a kamara elnöke. Hiába szerette volna nagyon Orbán Viktor, mégis elbukott a kétharmados plakáttörvény. Közben a NAV-ot is bevetették a politikai háborúban. A reptéren pedig érdekes társaság érkezését örökítették meg. Kormányközeli üzletemberek Habonnyal együtt voltak Makaón magángéppel. Ezekről is beszélget Kálmán Olgával Németh Péter és Fiala János. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Nagyon fegyelmezetnek kellett lenniük ma az ellenzéki politikusoknak a parlamentben, hogy elbukhasson az előbb már felsorolt Lex Csicska, Lex Jobbik, Lex Simicska, Lex plakát, Lex mit tudom én micsoda. Szóval amivel, amely törvénnyel, amely módosítással a Fidesz meg szerette volna akadályozni gyakorlatilag a Jobbik jelenleg is futó plakát kampányát. Hát egy szavazaton múlt, hogy ez majdnem sikerült is, de végül nem sikerült. És ezzel kapcsolatban azt is mondták egyébként a fideszes politikusok, hogy hát a javaslat az a tiltott párt finanszírozást módosította volna, vagy hát pontosabban azt meggátolhatta volna, hogyha valaki a piaci ár alatt ad el plakát helyett egy pártnak a kampány időszakon kívül, ugye ez volt a hivatalos indoklás. Bárándi Gergely a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Mi az, hogy piaci ár? Tudom, hogy mit jelent egyébként a fogalom, de ha egy állam, egy kormány azt mondja, hogy a piaci ár alatt nem, akkor azt hogy tudja ellenőrizni? Tehát ő szabja majd meg a piaci árat, és nem a piac? Nyilvánvalóan, hogy nagyon nehéz ellenőrizni. Itt igazából azt a vágyát tudja kifejezni legfeljebb a törvényalkotó, hogy kvázi párttámogatásként szinte ingyen vagy jelképes összegért ne lehessen ezeket a plakáthelyeket odaadni, de ezt valóban meghatározni, hogy mi a piaci ár, nem lehet. Bíróságokon szoktak ilyen törekvések lenni, amikor igazságügyi szakértők próbálnak meghatározni egy piaci árat. Ehhez lehet, hogy valami hasonlatos rendszerben, vagy valami hasonlatos módszerrel ezt meg lehetne tenni. Magyarán mondjuk megvizsgálni, hogy az elmúlt évben mondjuk kereskedelmi célú reklámokra hogyan, vagy kereskedelmi célú reklámok plakátozásáért mennyit kértek. De ennek az egésznek nem ez volt a lényege, tehát pontosan, ezt ugye mind a ketten tudjuk. Ezt így nagyon nehéz megmagyarázni, nem vagyok jártas a piaci plakát árakban és kampányok költségében. Jó drágák, ezt tudom mondani. Hát akkor majd meséljen erről. De az, hogy mi a piaci ár a piacon, az egyrésztről minden esetben, amikor egy ilyen igazságügyi szakértő belővi, hogy tavaly mi volt, ide mi volt, az mindig az adott üzlet dönti el, nem? Tehát azt mondja valaki, hogy én nem két hétre kérem, hanem két hónapra. Akkor én eladtam két havi plakát helyett, nyilván adok engedményt. Én nem 5-öt kérek, hanem 500-at kérek. Jó, rendben, akkor módosul az ár. Tehát, hogy
a piacon egy állam, amikor azt mondja, hogy majd én megmondom, mi a piaci ár, és mikor mentetek alá, az egyszerűen ilyen nyögvenyelősen kitalált valami, sőt, azt gondolja az ember, hogy akkor azt mindenre rá lehet fogni, hogy ez a piaci ár alatt volt. Persze, hát én is ezt gondolom, tehát itt az eljárásokban is ez okozza nagy nehézséget, hogy ugye, hogyha már az a piacon is így működik, már nem a nagy piacon, hanem a, mondjuk a lehel piacon, hogyha az ember többet vesz a csirkéből, akkor lehet, hogy olcsóbban adja oda a kofa. Hát tehát ezek a folyamatok működnek a politikában is, már a politikai megrendeléseknél, vagy a kereskedelmi megrendeléseknél. Hát ez egy rendkívül valóban nehéz feladat meghatározni, hogy mi a piaci ár. De nyilván itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag zavarta az, hogy a jobbikosok kiplakátozták az arcképével és aláírva azt, hogy ő bizony lopott és tolvaj a fél országot, vagy a teljes országot. A mi visszajelzéseink szerint ezen személyesen háborgott még hozzá nem is kicsit. Mármint Orbán Viktor? Igen. Tehát, hogy ez fájó. Igen. Nagyon fájó. Hát és az, amit csináltak a plakát törvény szavazásával összefüggésben, hát én magam tudok konkrétan több olyan politikusról, akit megkerestek a Fidesz részéről, és hát próbálták arra biztatni, hogy legalább ne menjen be szavazni. Melyik pártból? Hát akár a miénkből is. Tehát mi teljes létszámon ott voltunk természetesen, és nem szavaztunk. Fideszes politikusok próbáltak többek között szocialista politikusokat győzködni úgy, arról, hogy... Úgy, tetszik mondani. Én olvastam konkrétan ilyen SMS-t, mutatta egy kollégám, képviselőtársam. Mondja el a szereplőket. Tessék? Mondja el a szereplőket. Isten ments, nem kívánok én perek garmadát a nyakamba venni. Hát bizonyítsa, várjon, ha ő látta azt az SMS-t. Igen. De most ez ilyen jogászembernek magyarázom, tehát látta az SMS-t, akkor annak van egy küldője és van egy fogadója. Tehát ön akkor most nem rágalmaz, nem kitalál valamit, nem hanem annak egy konkrét nyoma van, tehát hogy ez megtörtént. Ki küldte ezt az SMS-t? Őszinte leszek, és vagy elhiszi, vagy nem, tényleg nem emlékszem a nevére, hogy ki volt ez az illető. Azt tudom, hogy kinek a kie, azt tudom, mert ezt elmondta az én képviselőtársam, egy vidéki fideszes politikusnak a valaki, egy közeli munkatársa. Én ezt az SMS-t megjegyszem. Ja, akkor egy Fidesz, tehát nem maga a fideszes politikus, közeli munkatársa. Hát azért annyi esze volt. Ki a fideszes politikus? Nem tetszik gondolni, hogy most én ezt el fogom mondani. Mert nem, mert azért... Tudja, mert védi önt az SMS. Azért, mert a képviselőtársam ezt nekem bizalmasan mutatta meg ezt az SMS-t. Én addig el tudok menni, ameddig elmentem most, hogy vagy elhiszik nekem, ki vagy nem. Ki volt a képviselőtársa? Az egyik frakció tagunk. Hát ezt mindjárt gondoltam, igen, hogy a parlamentben mutatta. És ezt én azért szeretném mondani, mert az összes frakciótagunk részt vett a szavazáson egytől egyig, és mindenki nemmel szavazott. Magyarán szólva ezek a meggyőzések nem vezettek eredményre. Kit környékeztek meg, mondjam? Legalább azt mondjam, hogy kit környékeztek meg. Fogadt erről, mert nem hatalmazott föl rá, hogy ezt elmondjam, hogy ki volt ő. De talán azt gondolom, hogy a ténynek nagyobb szerepe van itt, mint annak, hogy most éppen ki az, akiről szó van, és ki az, akinél ezt láttam. Ha gondolja, akkor ezt ő nyilvánosságra fogja hozni, ha nem gondolja, akkor az nem. Én erre nem vagyok felhatalmazva. Ezzel szemben viszont én azt gondolom, hogy ez az ügy legalább annyit megérdemel, hogy ezt a tényt, mi szerint is történt ilyen, és én erről nekem tudomásom van, ezt el tudom mondani. Sajnos ez a helyzet ma Magyarországon, és ez a helyzet ma a politikában. Ígértek valamit akár ennek a politikus társának, vagy másnak, hogyha nem megy beszavazni? Nem, ez nem volt az SMS-ben benne. Mi volt egyébként, szó szerint mi volt az SMS-ben? Szó szerint nem tudom visszaidézni, az SMS nagyjából annyi, hogy nem lenne nagy baj, ha nem menne beszavazni. Körülbelül erről szólt. Érdekes, ugye? Bátor. Bátor. Inkább ostoba. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Aki ezt elküldte, mert lehet, hogy nem mindenki volna olyan visszafogott, mint én, vagy mint az a képviselőtársam, aki ebből nem csinált ennél sokkal nagyobb botrányt. De miért gondolják, hogy önök visszafogottak? Vagy például az a képviselőtárs, aki megkapta, az visszafogott. Ez felháborító, tehát, hogy valakit megpróbálok befolyásolni. Így. Az. Valóban az. Ha én kaptam volna... Fogalmazhatám egyébként összetett mondatokban, akkor és akkor kicsit mondom. Előbbre. Ha én kaptam volna, akkor megmondanám, hogy ki volt az. De mivel nem én kaptam, ezért nem fogom megtenni. Az egy egészen más szituáció lenne, hogyha ezt az SMS-t én kaptam volna. Én ezt láttam, én nekem bizalmasan valaki ezt megmutatja, akkor nyilvánvalóan nem fogom őt kiadni. Ezt én azt gondolom, hogy meg lehet érteni. Én megértem legalább, tehát azt kérem öntől, hogy... Én megmondom őszintén, hogy én magam rendkívül elcsodálkoztam ezen. Azért mondom ezt, mert én 12
két éve vagyok most már lassan képviselő, és én még soha ilyet nem tapasztaltam. Soha senki föl nem hívott engem, hogy hogy szavazzak, soha senki nem küldött nekem ilyet, soha senki nem tett nekem ajánlatot arról, hogy milyen módon szavazzak, még a legérzékenyebb, legszenzitívebb törvényeknél sem. És azért érdekes ez az én meglátásom szerint, hogy egyáltalán van ilyen jelenség. Persze nyilván önök gondolják, majd utána tudnak menni, hogy ez mi volt, és ki volt, és hogyan volt, de egyet tudok mondani, hogy ez eddig nem fordult elő, legalábbis én nem tapasztaltam, és más se számolt be erről. Magyarán szólva, én ezt tudom csak ebből következtetésként levonni, hogy a Fidesznek ennek a törvénynek az elfogadása rendkívül fontos volt. És még egy dolog utal erre az én számomra, méghozzá az, hogy elfogadták az úgymond feles részeit. Ilyenkor ugye az a szokás, ha a kétharmados része nem megy át, akkor az előterjesztő is mondjuk nemet nyom ilyenkor a saját törvényére, mert annak semmi értelme, hogy egy torzót elfogadjanak. Én azt gondolom, hogy ennek az az oka és az az értelme, hogy ezt a törvényt arra szánják, hogy mivel tökéletesen inkoherens az egész, tehát ha így hatályba lépne, óriási problémákat okozni, és jogszabályi gondokat, kodifikációs problémákat, hogy azt várják, hogy Áder János visszaküldje majd a parlamentnek, nem írja alá visszaküldni, és akkor még egyszer az Áder János, ugye akkor nem kell újra beterjeszteni, hanem a köztársasági elnök úrnak az átirata alapján újra lehet tárgyalni ezt ősszel a parlamentben. Nem kérem öntől, akár ezt is tehetném, mert aztán vagy megfogadja velem, inkább azt mondja meg, hogy ön most így a beszélgetésünk után, és hogy nagy nyilvánosság előtt elárult, hogy volt ilyen fideszes kezdeményezés, legalább megpróbálja rábírni azt a kollégát, hogy hozza nyilvánosságra? Tudja mit, ezt megígérem. Igen. És erről van tudomása, hogy másoknál is próbálkoztak? Nem. Erről az egyre van tudomása? Őről van tudomásom, másról nincs. Amikor azt mondta, hogy kofa és csirke és piac jár, hát itt most ugye nem kofa néniről van szó, hanem bácsiról van szó, és a két bontott csirke, meg a Fidesz és a Jobbik. És ezzel kapcsolatban ők azt mondták, hogy hát véget kellene vetni Simicska Lajos szerelem gyermekeinek a háborújának, tehát a Fidesz és a Jobbik háborújának. Miért kell a véget vetni? Nem véget vetni kell, vagy lehet, hogy lehet ezt a szót is használni. Én azt gondolom, hogy inkább az a fontos, hogy ahelyett, hogy ezek háborúznak egymással, és a harc arról szól, hogy valójában kinek az oligarchája tudja majd megfinanszírozni és lehetővé tenni a plakátkampányt, és kié nem, ehelyett tényleg kéne egy olyan a kampányfinanszírozásról szóló törvénycsomagot elfogadni, ha nem is szélesebb körbe, de legalább a plakátozással összefüggésben, ami valóban az átláthatóságot szolgálja, és valóban az ország érdekeit és a tiszta kampányt szolgálja. Mert ez most arról szól, ez az előterjesztés, hogy Simicska Lajos a korábban ellopott pénzből megfinanszírozhatja-e, vagy támogathatja-e, lehetővé teheti-e a Jobbiknak a plakátkampányát, vagy ezt nem teheti lehetővé, és mondjuk természetesen akkor más sem hirdethet, bár erre miért érdemes kitérni, mert mondjuk a kormány esetleg igen, vagy a CÖF igen, vagy a Fidelitas igen. Igen, kormánytájékoztatás formájában, ami pontosan ugyanolyan szokott lenni, mint a fideszes pártszlogenek, ezt a bíróság is megállapította. Szóval ez erről szól. Mi elő fogunk terjeszteni egy olyan javaslatot, ami egyébként már járt a parlament előtt, csak leszavazták, ami arról szól, bizonyos elemei egyébként ennek a javaslatok benne vannak. Tehát az, hogy kiegyensúlyozott legyen, az, hogy mondjuk a kampányidő, igen, átlátható, kampányidőszakon kívül ne lehessen ilyen plakátkampányt folytatni, és ne csak a pártoknak, és ez a legfontosabb, hanem a pártok érdekében, civil szervezeteknek és másoknak sem. Ez talán a legnagyobb különbség a mostani javaslat és a milyen között. Lesz ennek még újabb fordulója az egész. Biztos köszönöm, ebben hogy itt én volt. Is biztos vagyok. Köszönöm én is a meghívást.